a megtervezett élő világ. Képzeld el, hogy egy olyan társaságban vagy, ahol élénk eszmecsere folyik az élővilág eredetéről. Olyan kérdések merülnek fel, hogy honnan származik az élet, mi lehet a forrása a DNS-ben lévő biológiai információnak, hogyan jöhettek létre a komplex biológiai rendszerek, mint például az emberi szem, vagy hogy mit árulnak el a kövületek a fajok megjelenéséről. A baráti vita résztvevői egy dologban egyetértenek. A növény és állatvilág eredete az élet egyik legfontosabb kérdése, mert meghatározza a világnézetünket, az értékrendünket és az életcélunkat. A többi kérdéssel kapcsolatban azonban repkednek az érvek és az ellenérvek. Vannak olyanok, akik a teremtésben hisznek, vannak, akik evolúcióban, és vannak, akik egy újabb, izgalmas tudományos megközelítésben, amelyet intelligens tervezettségnek neveznek. Az egyik résztvevő hozzád fordul és azt kérdezi, mi a te meggyőződésed, és mire alapozod? Elég tájékozottnak érzed magad, hogy állást foglalj a kérdésben? A Megtervezett élővilág című videósorozatban szeretnék segíteni neked, hogy megismerd a témával kapcsolatos főbb álláspontokat, fogalmakat és érveket. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Én Tasi István vagyok, kulturális antropológus és Krisna hívő lelkész. A doktori disszertációmat biológia történeti témában írtam. Álláspontom szerint az evolúció elmélet legtöbb része meghaladott, és jó okunk van elfogadni, hogy az életformái tudatosan tervezettek. Bizonyára te is gondolkodtál már azon, hogyan jelenhetett meg az élet a Földön. Hogyan jöhettek létre az egyes élőlények bonyolult szervezetei, honnan származik az emberi faj. Az evolúció elmélet és az intelligens tervezettség elmélete egyaránt ezekre a kérdésekre keresi a választ. A két felfogás között az a fő vita téma, hogy az élőlények létrejöttéért és komplexitásáért vajon irányítatlan, tudattalan természeti folyamatok felelősek, vagy pedig valamilyen értelem működött közre a megtervezésükben és a létrehozásukban. Ismerjük meg most bővebben az intelligens tervezettség kevésbé ismert megközelítését. Néhány videóban be fogom mutatni azt az álláspontot, amely szerint az élőlények sok jellegzetessége intelligens tervezettségről árulkodik. Ismertetek néhány olyan érvet is, amely az irányítatlan evolúció elmélete ellen szól, és ajánlok majd néhány könyvet, filmet és honlapot is a témában.